Igen, ez is egyfajta történelem szemlélet, hogy itt például vértanúk nem voltak 1956-ban ezen a téren. Azok nem voltak vértanúk, akik akkor haltak meg. Viszont lehet vásári mutatványt csinálni a történelemből. Tehát, hogy legyen vagy ne legyen cirkusz. Hát ez a cirkusz.
éppen a boholzat. Ez a cirkusz. Moziba játszották az első rész, második. Egyszerre az összes ilyen televízióra, és egy időben adták a filmet, ezáltal országos nézettséggel. Na most az az ötletem támadt, hogy valami csinálom. Megértettek itt a hívtalasztat. Valami azért. Azt hiszem, hogy lehetne indulni a vörös csillag leverő versenyben. Nagyon. A gyerek mászókára gondolják. Megy ez nekik. Ez egy óriási ötlet. Akár kitaláltak. Igen, szóval ezért kapott valamit. Én már sikerült, te eldölt a csillag. Igen, kézzel le kell dönteni, aztán majd visszaállítják. Igen, az a feladat. Ezt érdemes lenne. Nem arról volt szó, hogy ne legyen cirkusz. Ez végül is egy cirkuszi szám, nem? Igen, de azért föl lehetne menni. Szelíd. És ismét fönt van a vörös csillag, látod? Most ott fönt ragyog. Újabb gyereket megszél. Persze, hát ki kell ütni gondolni. Paci, te is tagom, gyere ide. Jó. Gyere. Csak ne süssön rá, de gyertek be! Ott sütanak a szárnyékra! Gyertek be! Hova, a parlamentbe? Igen, ne utána! Hát előbb-utóbb oda is. Kiították már? Zsolnai Júli? Itt vagyok. A ilyen. Befutott. Szeretettel üdvözlünk Imre! És természetesen Fruzsinádi. Köszönöm. Ide engedjék Imrét. Nagyon köszönöm. Hova állítalak? Akkor is. Édes Imré, én a nap elől bújtalak, nem előre. Ölellek, drága. Szia. Ha megtenél, kedves barátaim, bocsássatok meg, hogy húztuk az időt, muszáj volt, és megkérnélek benneteket, hogy hallgassuk meg Zsolnai Júlia művészasszonyát. Feri kérésére és üzenet a oda. Adi Endre, a csillagok csillaga. Sose hull le a vörös csillag. Nap, hold, Vénusz lehullott régen, s ő dőj föl a keleti égen. Sose vörös a hulló csillag, rózsás, lila, zöld, kék vagy sápat, szeszélye az égi világnak. Hulló csillag, húj, ragyog, rogyásig, ezer eséssel, ezer jajjal. Egy csillagból is lehet hajnal. Vörös csillag, ragyogj és trónolj. Mióta ember néz az égre, vörös csillag volt a remény. Tegyük hozzá Spartakuszóta. Kedves barátaim, mint tudjátok és látjátok, a Nagy Imre kör és a sznagoviak, mármint hogy a szagokba deportáltak, az a magja mindig a visszaemlékezésünknek. Most a sznagoviak közül elment Rajk Laci, és azt gondolom,
hogy ő egy vezéregyéniség volt. Vezéregyéniség volt, aki még 88-ban, amikor Ember Judit a filmfelvételt készítette, nem csak a lakását adta, hanem felszólította minket, hogy hát közéletet éljünk, hogy vállaljunk közéleti szerepet. Ugye ez még a rendszerváltás előtt volt. Úgyhogy ennek kapcsán nem tudok átlépni azon a időponton, hogy Rajkóczi meghalt, és most éppen ezért a megemlékezésünket, ami különben rutinszerű, október 23-ai mindig eljön, de most nem. Most Rajkóczival szeretnénk foglalkozni. Megkértem Pető Andrea professzorasszony, hogy a Rajk családról emlékezzen meg, Rajkóczról, meg az idősebb Rajkóczról, és elsősorban Rajk Júliáról, akiről nem szoktunk beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást. Én írtam egy szöveget, ezt felolvasnám. Ez a hangerő, amit tudok produkálni. Nem tudom, hogy lehet-e ott hallani. Mikor 2019 nyarán a CEU utolsó budapesti diplomaosztóján Rajk Judit, Bartók Béla Elindultam szép hazámból című dalát elénekelte, a magyar tanárok és a diákok tudták, a dal nekik szól. Kicsordultak a könnyek, köztük az enyém is, hiszen 1991-ben a CEU negyedik alkalmazottja voltam, így az intézmény budapesti történetének elmúlt 28 éve az aktív életem legnagyobb része. Ma, akik itt Szilágyi József emléktáblájánál emlékszünk a Rajk családra és hozzájárulásukra a magyar történelemhez, tudjuk, hogy akkor valami véglegesen megváltozott. A székelyudvarhelyi népes Rajk család férfi tagjai szükségszerűen sodródtak a 30-as években a radikalizmus felé, szembeszállva a holti rendszer poros, avittos és nagy társadalmi egyenlőségektől terhelt világával. Az egyik fiú testvér nyilas lett, a másik a kommunista mozgalomban találta meg azt, amiért élni és halni is érdemes volt. A spanyol polgárháború hőse, Rajk László sebesüléssel hazatért, és az illegális kommunista mozgalomban a konspirációs szabályoknak megfelelően kapott egy elvtárs nőt, hogy az biztosítsa számára az ideális munkafeltételeket. Ez a nő, Földi Júlia, baloldali kommunista családból származott. Miután megtapasztalta, hogy az ő családjukban természetes, hogy a jó emberek néha börtönben ülnek, hiszen apjának, a vörös katonának is ott állt mindig az ágya mellett az összecsomagolt pak, ha jön érte a horti rendőrség, Földi Júlia is bekapcsolódott abba a mozgalomba, mely a társadalmi egyenlőségek megszüntetését ígérte. A két kommunista sorsa összeforrott. Nem csak azért, mert amikor kettőjüket letartóztatták, együtt kerültek Sopron kőhidára, és a kényszermenetből együtt szöktek meg, gyalog hazatérve. Hazatértükről Magyarország teljesen megváltozott, mert az újrakezdés lázában égett. Rajk László belügyminiszter lett, aki kérlelhetetlenül számolta fel a szerinte ellenséges szervezeteket, így tűnt el a Magyar Nő Egyesületek színes világa, valamint a politikai pártokat és tagjaikat is. Az új politikai rendszer, melyben mind a ketten szívvel, lélekkel hittek, azonban a szovjet mintát követte. Ismerték-e, tudták-e, mi várható? A legendák szerint Lukács azt mondta, hogy azért nem mondták el az otthoniaknak, mi volt a Szovjetunióban, mert senki se hitt volna neki. Miközben Rajk László körül fogyott a levegő, Rajk Júlia a nőmozgalmat szervezte. A Magyar Női Demokratikus Szövetsége tisztségviselőjeként a vidéket járta, agitált, beszédet mondott, és nem vette észre, hogy munkatársnői mélyen és őszintén utálják. És így kapnak majd az alkalmon, hogy ellene valljanak még a rehabilitációs tárgyaláson is. A pár először és utoljára a Krímben nyaral együtt 1948-ban. A róluk készült képen érződik a tétovaság, és hogy sután nem tudnak mit kezdeni magukkal, mint civilek. Mikor ifjabb Rajk László megszületik, a házaspárnak 5 hónapja volt a kispolgári család életre, melyet a családi fotó is megörökít. Júlia még egy szallagot is tesz a hajába, ahogy fogja a csecsemőt, és a büszke apa a Pólyásra nevet. 5 hónappal később a Rajkper, melyet egyenesben közvetít a rádió, beleégett az agyába annak, aki hallotta. A hihetetlennél hihetetlenebb történetek
Rajk ismerősen csengő hangján elhangzott beismerések, de a vallomáskor Rajk által elmondott hamis születési évszám jelezte, hogy valahol azért megbicsaklik ez a halálos történet. Júlia ez alatt a börtönben ül, és nem tudja, mi van a fiával. A börtönben a legvegyesebb társasággal tölti az 5 évet. Szálasi özvegyétől apácákon át szozzemekig változtak a cellatársai. Mikor kiszabadul, és a fia, mint az anyukája nővérére néz rá, tudja, hogy egy célja lesz életében. Férje gyilkosaival semmilyen alkú nem lehetséges. Nehéz és reménytelennek tűnő politikai pozíciót választott, de történetileg az egyetlen helyeset. Ennek köszönhető, hogy nevét ügyesen használva küzdött a Sztálin halála utáni rehabilitációért, illetve az újratemetésért. 2 módon járult hozzá Rajk Júlia a forradalom nyelvének kialakításához. Az első a Petőfi kör partizán vitája volt, ahol személyes példájával és egyszerű, könnyen érthető szókincsével nyelvet adott azoknak, akik a Rákosi rendszert a baloldali lehetőség elvesztegetésével vádolták és vádolhatták. A második az újratemetés előkészítése során elfoglalt mindenféle kompromisszumot kizáró álláspontja, mely hosszú idő után az első nyilvános, tömeges politikai esemény megrendezéséhez vezetett. A forradalmat ünnepeljük ma és itt. Rajk Júlia Kelet-Berlinből jött haza és a forradalom hírére, és vett részt a parlamentben a megbeszéléseken. A szovjet megszálláskor a jugoszláv követségre menekült már kiskamasz fiával, és így rabolták el őket, hurcolták Romániába a szovjetek. Itt is rögtön szervezni kezd az iskolát a gyerekeknek, a tétlenséget nem tűrte. Hazatérte után éppen olyan kérlelhetetlenül utasítja el a kompromisszumot a káderrendszerrel, mint amilyen kérlelhetetlenül védi azokat, akik ezzel szembeszálltak. Cukrászdába viszi a bebörtönzöttek gyerekeit, védi a formálódó demokratikus ellenzék tagjait jelenlétével és nemzetközi kapcsolatrendszerével. Fia közben építésznek tanul. Teret tervez ott, ahol valóságban nincsen tér. Nem gondolkodik az ország elhagyásán, itt akarja a teret, a saját terét. Szamizdatot csempész, vagy nyomtat, kiállításokon állítja ki munkáját, a Szabad Demokraták Szövetségének alapítója, egy időre parlamenti képviselője. És amikor 2010 után megint elfogyott a tér, a valódi tér, akkor színházi és filmdíszleteket tervez, világsikert alatva. Mert térnek lennie kell, még ha csak a filmvászon, vagy egy előadásban is. Ez az a tér, ami hirtelen megnyílt 56. október 23-án, és amit a szovjet tankok és a hidegháború erőpolitikája bezárt. Mikor idén júniusban Rajk Judit elénekelte, az elindultam szép hazámból, ismét bezárult egy tér. És ez minőségileg új helyzetet teremtett, megint az állampolgárok egy csoportja persona non grata lett hazájában, és politikai emigráns. Ez annál is fájdalmasabb, mert amikor a Rajk család történetéből megtanulhattunk, az az, hogy a nemzetköziség, a szolidaritás, a szabadság melletti kiállás szükségszerűen összekapcsolódik hazafisággal. Október 23-a hazafias ünnep. És ahogy hiányzik Rajk László alakja a mai megemlékezésről, úgy kell szembenéznünk azzal, hogy ezt, az általa képviselt hagyományt éppen úgy lehet csak továbbvinni, ahogy ők tették. Az élet-halál kérdésekkel való szembenézés komolyságával, kompromisszumok nélkül és elkötelezetten. Másképpen nem lehet. Minél hamarabb jövünk erre rá, annál hamarabb kezdődik el a változás. Köszönöm szépen! Üdvözölni szabad az Imrét, azért régi barátunk. És meg is kérem Mécs Imrét, hogy most ő emlékezzen Nagy Imrére, akinek itt kéne állni a szobrának a helyének, bocsánat, a szobrának kéne itt állnia, és azért vagyunk itt, és azért gyűlünk itt össze, mert nem fogadjuk el, hogy ezen a helyen a vörös terror áldozatainak emlékműve álljon. Ez ellen tiltakozunk, amikor itt megemlékezünk. Imre, átadom neked a szót. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a Rajk családról és a Rajk-Katonáról. Nagyon precíz és ugyanakkor szívülő megemlékezést. A jó, akkor a hangerősítő föltekerem. Elnézést, tehát kezdjük Rajk Lászlóval. Előtte az a kisfiú képe lebeg, aki ott állt 56. október 6-án a kerepesi temetőben az édesapja végre meglelt sírja előtt. Mellette állt az édesanyja, és mellettük meg ott állt annyira. Akkoriban még nem volt televízió, hanem a filmhíradó közvetítette ezt, minden csütörtökön volt új filmhíradó. Tehát ott láttuk, hogy kis Rajk Laci és az édesanyját, aki valóban iszonyatos erővel dolgozott azon, hogy a férjét rehabilitálják, hogy az ellenzéket segítse. Ő harcolta ki azt, hogy október 6-án legyen, ami szimbolikus dolog. Jellemző, hogy az akkori pártvezetés nem tudta, hogy mit, október 6-a mit jelent. De ez tulajdonképpen a nyitánya volt a későbbi forradalomnak, amiről akkor még nem tudtunk, csak az, hogy mozgolódás van, csak az, hogy így nem lehet semmi se tovább. A Laci elvesztését még nem tudtuk feldolgozni. Őt mindig a fiatalnak tartottam, hogy egyszerűen dühögök a halálra, hogy elvitte. Szóval nem tudok más mondani. Úgy él bennem, ahogy életerősen, és emlékszem rá még a Kádár időkben, mikor a Rajk László utcán mentem autóval, mondtam, na, ha rendszerváltás lesz, ez az utca név megmarad. Legfeljebb oda kell egy ifjút írni elé. Rajk Lacinak a szerepe rendkívül erős volt. Nem csak a példamutató élete, hanem az, hogy szívvel, lélekkel benne volt az ellenállásnak, a demokratikus ellenzék fejlesztését. Szomorú vagyok emiatt, és nagyon sokan vagyok így, és néha meg szinte beszélek hozzá, de hát valahova talán eljöttek ezek a gondolatok. Ami a helyzetet illeti, egy kis reménysugár van. Ja, hangosabban kell beszélnem, elnézést kérek. Tehát egy kis reménysugár nyílt ránk, amikor végre hosszú évek után az ellenzék összefogott. Ezt az összefogást kiabáltuk már, vagy 10 év. És nem barakodni egymással, nem kis pártocskákat alapítani, és kis vezéreként működni, hanem összefogni. És ez a nem tökéletes összefogás is mit eredményezett? Megrendítette ezt a hatalmat, amely egyik a legveszélyesebb hatalomnak, amely Magyarország demokratikus létére tört. De a remény fölkelt, és hadd számoljak be arról, hogy azért késtem, mert a Corvin közben, a Corvin bozi előtt volt a 8. kerületi megemlékezés, és ott volt az új polgármester, aki most már teljes jogú gazdája a kerületnek, és azért is kedves volt nekem, mert itt tulajdonképpen ott születtem, ott nőttem fel, és 33 éves koromig ott éltem.
tehát az az én szülőföldem, szűke fatornyos Pátriám. Tehát, és nagyon, nagyon jó fogadtatásra leltek a szavaim, és nagyon jó hangulat volt a Corvébozi előtt, úgyhogy én most elkezdtem erősebben bizakodni, és tovább kell támogatni azokat a fiatal vezetéket, akik most pozícióba kerültek. Segíteni kell nekik, mert ármányos, ronda, kellemetlen ellenséggel van dolgunk. Kimerem ezt mondani, hogy Orbán Viktor és bandája ellensége a magyar népnek, ellensége a fejlődésnek, a halasztásnak. És mindent meg kell tennünk, hogy végre a demokrácia úrrá legyen. Már nem jó ez a mondat, mert a demokrácia nem akar úrrá uralkodni, de hogy ez általános legyen, olyan, mint a levegő, olyan, mint 56-nak a levegője, amelyet teljesen leírtottak a ország főteréről, Kossuth téről. Elvitték a forradalom lángját, eltüntették minden 56-os emléket, elvitték a forradalom jelképét, ennek számító Nagy Imre szobrot, ennek a kitűnő embernek, aki hőse a magyar nemzetnek, annak a szobrát elvitték, ráadásul az egész szép volt, jó volt. Szép volt, jó volt. Az új vezetésnek úgy gondolom feladata lesz, hogy amit egy kicsit megizmosodnak, visszahozzák ide. Ennek a szobornak találni kell egy másik helyet. Nem szabad, hogy ezek szembe feszüljenek egymáshoz. De Nagy Imre szobrának itt a helye. Innen nézve továbbra is. Továbbra is a parlamentet. Lásson rá arra az erkélyre, ahol ő kiállt 56. október 23-án, és elmondta beszédét. Fantasztikus élmény volt az egész jelenség, ami ott van. Akkor éreztem azt, hogy van magyar nemzet. A történészek már azt hirdették, hogy a nemzet fogalma az egy történelmi kategória. Hol van, hol nincsen. Elavult dolog. Nincs magyar nemzet. És október 23-án itt ez a téren azt érezte, hogy igenis van magyar nemzet, és mi vagyunk azok. Mert akkor már nem csak diákok voltunk ott, nem csak az a 15-20 ezer egyetemi hallgató, akik volt, hanem a munkából hazajövő emberek, munkások, dolgozók, ahogy akkor mondták, mind ott voltak, és mindegyikük egyet akart. Nem kellett beszélnünk egymáshoz, mert éreztük, hogy mit gondol a másik. Szívünkből jött, ha a másik kiáltott el egy jelszót. Szóval ez gyönyörű volt. És ennek a mozgalomnak az élére állt az a Nagy Imre, aki nevén kívül nem merült fel senki, hogy miniszterelnök legyen. Amikor a Műegyetem aulájában fogalmaztuk a pontokat, akkor egyetlen egy név se került elő. Csak Nagy Imré. Miért? Mert Nagy Imre bizonyított. Nagy Imre 53-ban bizonyított. 53-ig őt is elkönyvelték jobbindulatú bolsik közé. De 53-ban, amikor a Kreml urai még veszekedtek, meg a marakodtak Sztálin örökségét, akkor itt súlyos hibák voltak, és ad audiendum verbum regium, ahogy régen mondták, odarendelték Rákosi bátyást,
és a kiszebelt alter egót Lagyivé. Ez már történelem. De nekünk akkor a napi életünk köztartozott. És először legyintettük, hogy ez a Nagy Imre, ez is borsi. Hát olyan, mint a törpű, csak hát kicsit kevésen. Hogy jobban, nem olyan ronda, mint a Rákosi. Szóval bocsánat, hogy ezt így mondom. De elkezdett intézkedni, és ezek az intézkedések nagyon pozitív. Fölállította a mozgásba osztott ügyészséget, elküldte az ügyészeket a börtönöknek, hogy nézzék meg ugyan, hogy már kinek van ítélete, és kinek nincs. De csak úgy bedugták az ÁVO, meg az akkori hatalom, csak úgy bedugott embereket a börtönbe. Volt, aki évtizedi volt benne, és nem volt semmilyen papír. És akkor kiengedtek egy sorát. Hazaengedte a kitelepítettet. Az is egy elkülönt a dologból, hogy különböző falusi apólókban és egyik helyekre egy bőrönnel kitelepítettek. És volt olyan bátor, ez a Nagy Imre, hogy szembeszállva a központi akarattal hazaengedte. Igaz, hogy csak Pest környékét telepítettek le, de eljöttek az úrok. Leállította az eszemet nehézipari fejlesztést. De Sztálin kiadta a parancsot, hogy acélt kell gyártani. És ebben az országban a vizen kívül az acélgyártáshoz semmi más nem. És föllélegeztek. Hiszen érezzük, hogy egy ember szabású az. De azért mondom, hogy nem akarom végigmondani a történelmet, de akkor is fölülegeztek, hogy lesz valami. Hát nem, a Moszkvában megtörtént a hatalomnak. Nem akarom durva szavakat használni, tehát legerősebb gengszter lett a vezető, és visszaállította a Rákosit. És ekkor mit tett Nagy Imre? Megint olyasmit, ami miatt a szívünkbe zártunk. Fölszólították, hogy gyakoroljon önkritikát. Ez egy bolsevik módszer volt, hogy valakit jelölt kivégeznek, hogy eltávolítanak. Önkritikát kell gyakorolni, beakulta, és ezt Nagy Imre megtanulta, nem csinálta. Sőt, ahogy Vásárhelyi Miklós elmesélte nekünk, a belvárosban vasárnap az utcán sétálgatott, és az emberek köszöntötték szeretettel, és megemelte a karakát. Egy kis bozzalat ez, de a jellemző szívünkbe zártuk, és ezért a Műszaki Egyetemet, mi akik úgy éreztük, hogy a jövő marsalgotjait voltunk a zsebünkben, úgy gondoltuk, egy hangban, hogy senki más nem lehet Magyarország miniszterelnöke, csak Nagy Imre. Úgyhogy ezt a szobrot vissza kell hozni, ezt a szobrot a helyére kell tenni, mert ez a szobor egyébként a magyar nép szívében ott van, és a többi jelképet is. Annak idején a fővárosi önkormányzat döntött úgy, hogy a forradalom lágját, amelyik egy raktárban hevert a forradalom lágja, Gyergesúly falu határában, azt visszahelyezi Budapestre. De Orbánék nem tiltakoztak annyira, hogy eredeti helyére kerüljön,
ahol nem csak a forradalom lágját pusztították ki, hanem az övézetet, a fákat, a bokrokat, sivár térré alakították a Kossuth teret, amelyik a nemzet fő tere. A forradalom lágját is vissza kell hozni. És minden emléket, ami 56-ra emlékezte, és a magyar nemzet megmozdulásaira. Azt gondolom, hogy azonnal nem szabad rohamoznunk a új fővárosi vezető garnitúrára. És most itt van másnak, amikor szólunk, hogy elvárjuk azt, és elvárja a magyar nép is, hogy Nagy Imre szobra eredeti formájában, eredeti helyére visszakerüljön, és a forradalom lágja ott lobogjon, és egész évben bécsesként emlékeztessen a forradalom. Elnézést, hogy időként halkalmat. Nagyon köszönöm, Imre. Kedves barátaim, megkérnélek, téged kérnézzük meg. Te vagy a fiatal ember, és a magas ember. Szilágyi József táblájánál emlékezünk, nem véletlenül. Szilágyi József erkölcsi mintát nyújtott, azt hiszem évszázadokra a magyarságnak, avval, amilyen módon a vele szemben állított perben és vádban szembeszállt az ügyésszel, szembeszállt a bíróval, és vállalta a konzekvenciákat. A konzekvencia halál volt. Előre leválasztották a perből, a Nagy Imre perből, és halál lett a vége. Megkérem Szilágyi Júliát, hogyha itt van velünk, jól van, hogy ezt a koszorút fölhelyeznénk édesapjának a táblájához. Nagyon szépen köszönöm. Jó, jó, barátaim, átmennénk a Kossuth Lajos tér felüli oldalára a pillérnek, ott van Losonczy Géza emléktáblája, ott is elhelyeznénk egy koszorút. Gyertek, gyertek velük! Bocsánat. Kedves emlékezők, Adi verssel kezdődött ez a mai alkalom. Emlékeztünk a Rajk családra, Julia nénire, Lacira és édesapjára. Emlékeztünk Szilágyi Józsefre, Mécs Imrének köszönhetően Nagy Imrére is, különböző tárgyakra és jelekre. Én azt gondolom, hogy az idő mindent anyagivá tesz, és egyúttal meg is méri. Mindnyájan porból vagyunk és porrá leszünk, ez így van rendjén. Schiffer János barátom kérdezte, hogy az emlékünk gránite. Kedves János, a gránit is porrá lesz. Nincs jelentősége, hogy gránit vagy mészkő, fa vagy egyéb anyagból létezik. Mégis van valami, amit meg kell, külön kell választanunk Losonczy Géza emléke előtt megállva, és ez az egyetlen a nyelv. A nyelv nem válik porrá. A magyar nyelv sem. Lehet, hogy eljön az idő, amikor még kevesebben fogják beszélni, de nem hiszem, hogy lenne olyan idő, amelyben ne lennének emberek, akik egy Adi kötet, Pilinszky, József Attila fölött ne gondolkodnának el azon, micsoda nép,
micsoda ország az, amely ilyen költőket adott. Losonczy Gézára, édesapánk legjobb barátjára nem tudok másképp emlékezni, mint ahogy apánk Ravatalánál 33 évvel ezelőtt Újhelyi Szilárd idézte meg Adi sorát, ezt a négy sort, amelyet a távolabb állók el is tudnak olvasni, írják föl szívük kőtáblájára, és valahányszor eszükbe jut, jussanak eszükbe azok, akik magyarnak, forradalmárnak, embernek egyaránt nagyok voltak, Aditól Losonczy Gézáig és tovább. Elbocsát az anyánk csókja, minden rózsánk véres rózsa, bénán esünk koporsóba, de így éltünk vitézmódra. Látod, Imre bácsi, milyen zenével ünnepelnek téged az 56-os halálra ítéltet, hallod? Érted, szól ez a szép zene, neked szalutálnak ott a katonák, ugye így van? Mint a Júdás csókja. Igen, jó tetszik. Imre bácsi, lesz egy ferepet, fölhívva, gyertek már elég. Köszönöm.
Kedves barátaim, ez a menetrendünk. Itt szoktuk befejezni a találkozónkat, amikor édesapám emléke előtt meghajtjuk fejünket. Az emlék bennünk él, de bennünk él a genetika is. Benne él a Laciban, benne él az Annában. Tovább él. De most a mai napon mégis Rajk Laci búcsúztatjuk. És egy emléket szeretnénk megidézni Szekeres Varsa Verától. Úgyhogy megkérnélek, Vera, hogy egy emléket, a Rajk Laciról szóló emléket idézd meg, és utána tennénk le a koszorút édesapámat. Júlia megtisztelt a barátságával. És 1961 volt, azt hiszem, 60 vagy 61, amikor egyszer csak azt mondta nekem az akkor még éppen Pannonia utcában, hogy ti ketten jól kijönnétek Lacival egymással, úgyhogy szeretném, Verocska, ha te tanítanád angolra. Tehát Laci hetenként először egyszer, majd egy darabig kétszer átjött hozzám, és ez a 12 év körüli kisfiú, aki akkor nem volt magasabb, mint én, de azért ez egy sokat látott nagy fiú volt. Tehát meg kellett neki magyaráznom, hogy miért éppen a Hófehérke és a Hét Törpe történetét beszélgetjük meg angolul. Megértette. Angol-angol könyvben volt, még az én gyerekkoromból. Megértette olyannyira, hogy egy ízben Pálfi Katinak náluk otthon, Katona József utcában azt mondta, kihúzta magát, és azt mondta, hogy én angol-angol tanulok, és ezért tudom azt a szót, hogy törpe angolul. De ezeknek az összejöveteleknek a során egyszer azt mondtam neki, hogy akkor most számítsuk ki, Laci, hogy hány láb magas vagy. És pontosan emlékszem a kételkedő, kicsit bizalmatlan, kicsit huncut tekintetére, ez értelmetlen volt, és amikor megígértem neki, hogy ő egész biztos 6 láb magas is lesz, majd az egészet megértette, egy akkorát kacagott, nyitott szájjal kacagott percekig, vagy mondjuk egy percig fölfelé nézve nem hagyta abba, igen szórakoztatta. És akkor felidézem a felnőtt fiatalembert, még megint a Pannonia utca, amikor az utca elnevezése, ezt bizonyára többen látták, ezt csak felidézem. Az utca elnevezésekor a hivatalosság azt mondta, hogy és akkor most a család nevében a koszorút ifjabb Rajk László teszi föl a táblára. Akkor 2-3 hosszú ugró szökkeléssel átugrotta a Pannonia utcát, és megállt a falnál, a tábla előtt, és helyből felugrott magasra, hogy ő az ő koszorúja legyen a hivatalosság fölött. Szép pillanat volt. Köszönjük. Kedves barátaim, Mécs Imre gondolatára csatlakozok rá. A történelem néha ismétli magát. Amikor édesapámék, Losonci Géza, Újhelyi Szilárd, 36-ban a debreceni diétát, 37-ben a márciusi frontot megkezdték, akkor még volt legalább egy fél évtized a háborúig. Lett volna esetleg lehetőség a háborúba lépés elkerülésére, a magyar társadalom megtizedelésének elkerülésére. Meg vagyok győződve róla, hogy ők mindent megtettek. A kérdés az, hogy mi most mindent megteszünk, hogy ne alakuljon ki katasztrófa. Ezzel a gondolattal szeretném
megkérni a Lacit, meg az Annát, tegyéket. Mindenkinek nagyon sok szeretettel köszönöm, hogy itt volt. Juli, Géza, André, mindenkinek. Dávid, köszönöm. Gábor, Laci, köszönöm. És Zsolnai Juliának nagyon köszönöm. Köszönöm. Hát ez. Addig inni, amíg minden működik. Köszönöm.
valaki, csak ők fizetik. Ezzel nincsen bajom. Por ejemplo,
És akkor lehet fordulni, piros felé áll. Hogy fog beakadni? Jaj, bocsánat. Jaj, ez olyan, mint a pecázás a Vidán Parkban. Úgy van. Értem, és mit lehet kipecázni? Képet lehet összerakni belőle, ha sikerül. Értem. Azt hittem, hogy egy egész aranyhalacska rajt. Értem. De más alkalom akkor a halacska van, gondolom. Jász! Önök annyira szépek, hogy gondolja, hogy önöket videózom? Nem, csak tudjál, és mi gondoltálunk, azért kérdeztem meg, hogyha lehetséges. De háttal vannak, és én a gyerekeket veszem fel, akik itt fölmenek. Innen szeretném fölvenni, és ne haragudjon. Nem veszem, szóval nem tudom, tehát bocsánat, dolgozom, úgyhogy kérem, hogy ne zavarjon a munkámban. Köszönöm szépen. Valtonos volt a hölgy, aki meg akarja mondani, hogy hogy dolgoznak a sorban. Yeah.
Да, молодец. Молодец. Смотри, они хотят, чтобы ты предложил.